Na sziasztok fiúk és lányok, én B-Turbo vagyok, és amit láthatjátok, a Ghost Recon Phantoms nevű játékkal fogok játszani. Ez a játék most jelent meg 10-én, 2014. április 10-én, a játékkal még rendkívül kevesen játszanak, és mindjárt meg is látjátok, hogy miért. Ennél ocsmányabb, szarabb Z-kategóriás, Z-minusz kategóriás játékot még az életemben nem láttam. Összesen másfél mérkőzést játszottam ezzel a játékkal, mind a másfélszer vagy arra jöttem rá, hogy vagy nagyon bénák az ellenfelek, vagy valami Uber meg a cheatet betoltak, vagy esetleg rájöttem, hogy ez a két pálya, ami a játékban van, mind a kettő olyan szarul van megírva, amit még szerintem egy kutya is jobbat összekaparna az ásóval, vagy bármivel az kertbe. Konkrétan úgy, ahogy van, az egész játékot fikázni fogom. Ez mind az én véleményem. Lehet, hogy nektek ettől még tetszeni fog, hogy bármiféle ilyesmi. Kaptam levélbe, hogy próbáljam ki, hogyha már ingyenes. Hát én örültem neki, mint majom a farkának mondom. De jó lesz végre egy olyan játék, amiben lövöldözik, amiben van akció, van pörgés. De mindjárt meglátjátok, hogy ebbe a játékba azon kívül, hogy ülsz a sarokba és nézel ki, mint a hód a fejéből, más nincs. De tényleg. Elhiszem, hogy lehet rambózni. Futsz, ugrálsz, mint egy bokorugró. Tényleg. De ez a játék, ez számomra csak és kizárólag azt érte el, hogy a... hogy a letörlés határán vagyok, de tényleg, komolyan mondom. Tehát Ghost Recon. Nekem gyerekkoromban, amikor legelső ilyen Ghost Recon játék megjelent, nagyon örültem neki. Nagyon jó volt. Annyira tetszett, annyira korszakalkotó volt, hogy ezt el sem tudjátok képzelni. Ehhez képest most mindjárt meglátjátok, milyen az, amikor az ember full grafikán játszik, full mindenem, minden fullon van, és ocsmány a játék, szar az irányítás, szar minden, szar az egész pálya. De hogyha nem hisztek nekem, mindjárt meglátjátok. Na. Ez a pálya, ez a metró, ez egy rakás szar. The Nuke. Az volt a neve? Ja. Mekin Metro! Istenem gyerekek, meglátjátok, hogy miért ez az évezred szarja ez a pálya! Konkrétan Metro Conquest! Már a Battlefieldbe szarrá untuk a metrót, mit csináljanak? Beteszik ide! A Metro, azt nagyon szerették a BF3-ba, igaz, 4 évig játszanak azon a pályán, de még ebben is jó lesz! A nagy szart bazd meg! Konkrétan a pálya arról szól, van egy metró megálló, cső! That's all! Cső, hello, semmi más nincs benne, egy rohadt metró! Ennyi! Nincs kinti terület, nincs benti terület, semmi, egy rohadt megálló az egész! Jó, lehetne mozogni balra meg jobbra, de a pálya úgy van kialakítva, hogy a legkreténebb is középre menjen! Mi csinálunk? Középen van 2 darab fal, tyuk! Pup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 
hülyét fogtok velem együtt kapni. Vagy ha nem is a játékon fogtok hülyét kapni, rajtam fogtok hülyét kapni. Jó, hallottam, hogy valaki voice chat-tel szólalt meg a játékban, mert mindjárt nyakorúgom. Na figyeljetek, itt van Metro. Ó, úristen, benn vagyok. Itt vagyok, úristen, de jó. Must start, egy perc múlva kezdődik. Ez a full grafika, gyerekek, ez a full, nézd meg. A játék szinte gyönyörű. Elképesztő micsoda, nézd milyen szépek. Jó, én soha nem az voltam, nem az az ember voltam, aki, mit tudom én, hülyét kapott akkor, hogyha valami nem úgy nézett ki a játékban, ahogy azt ő elvárta, vagy bármiféle ilyesmi. És figyelj, ez lesz a játék, itt fogok googolni, bazd meg, ott ki fog jönni egy fej, meg néha ott egy ember le. Ennyi lesz a játékom. Figyeljétek meg, ennyi lesz a játékom. Figyeljétek meg, itt fogok googolni, és nézni fogom, hogy ott jönnek-e. Mert egyszerűen ez a pálya úgy van kialakítva. Ott volt, láttátok? Ott volt, ott fogja kidugni a fejét. Hoppá! Headshot! Turbo kinyírta. Ott van még egy, figyelj, kidugja a fejét, mert hülye. Hoppá! Headshot! Ennyi volt, cső, lekváros tészta. Ott van, figyelj, hopp! Headshot! Turbo kinyírta, ennyi voltál. Hoppá! Megint robban az atombomba, vagy mi ez? Mi a picsa ez a gázfelhő, hogy basznál meg az arcát, aki ezt kitalálta, ezt a szart? Futás van már, pöcsök, mert meg fogsz halni. Jó, mi ez a izé, kocsonya arc? Ugyanezt kaptam az előbb, amitől leveltem a gameről. Oké, ez mi volt? Ja, most kezdődik el a mérkőzés. Oké, értem. Na, le is születtünk, testék, kezdődik a mérkőzés, srácok. Ez a szutyak szarjáték. Figyeljetek, az évdíját megnyerni. Alapból ez a vonalvezetés. Mi a szarnak? Aki nem tudja eldönteni a térképen beoldalt lent, hogy ott a haverod, bazd meg, az ne játszon játékkal. Figyelj, komolyan, amint közelemben van valaki, figyelj, jön a pókember szindróma. Na figyeld. Most ilyen nagyon balfasz leszek. Hoppá, figyelj, oké, akkor vissza.
Figyelj! Ide gyorsan, ide befutunk. Ott voltak, láttátok? Hoppá! Na várjál, akkor most fönnézünk ki, mert most kombinálunk. Mondom, kombinálunk. Dugd ki az altodat. Dugd ki az altodat. Meg fogsz gyógyulni. Hidd el. Hidd el. Turbo Van Kenobi gyógyít. Hoppá, ott van fönt. Figyelj. Még egyszer ki fog nézni, mert... Hoppá! Turbo gyógyít. Hoppá! A turbo luftot lő. Figyeld. Figyeld. Na melyik néz ki előbb? Az vagy az? Melyik néz ki előbb? Turbo luftot lőttél, te béna vagy. Hoppá, azt meg elődik előlem. Ennyi lesz a játék, srácok! Ez a nagy awesome game! Ez! Figyeljetek! Próbálok egy kicsit itt futkározni. Úristen, mekkora akció van. Figyelj! Mi a szar történt? Ott vannak, de nem tudok lőni! Hallod? Oké. Offensive kill! Kettes killstreakem volt, a csávó meg lelőtt. Oké, értem, ezzel nincsen semmi baj, ha lelőnek. Tényleg. De ebből fog állni a játék. Egy rakás szar. Figyeljetek, nézzetek meg mekkora a térkép. Ott van baloldatlen. Ekkora az egész pálya. Figyelj. Nagyon szép. Olyan szép nagy, mint az állat. De konkrétan ilyen folyosóból áll az egész. Tehát ez az esélytelenség nyugalmával így csücsülök, mint egy hülye izé rozmárló. És... Semmi, figyelj, nézd, ilyen nagyon szép kockás a padló, ó, de szép. Szerintem 96 óta ennél szebb textúrákat találtak ki az egész játékiparban, mint amit ez a játék nekünk reprezentál. És ne legyek ideges, figyelj, van egy kis pisztolyom, aminél a célzás ilyen. Tehát ez a, aki kitalálta, figyelj, nézd, futok, op, jó, láttátok, figyelj, így csalunk. Hopp, hoppá, ott kettő volt, ott van még egy a távolban is, látjátok? Na az az, amit én nem fogok szerintem ellőni. Ah, tudtam, ezt nézi, bazd meg, a köcsök szar. Hú, bazd meg, nem baj. Oké, tehát ebből fog állni a játék, srácok. Így lövöldözzük egymást egy kurva folyosón. Ebből fog állni a játék. Toltam egy mérkőzést, betoltam 25 killt, meghaltam 4-szer. Majd kiléptem, mondván, hogy ez egy szar. Mondom, akkor most már megcsinálom azt a játékot, amin agyhúgykövet kapok, hogy ez egy szar. Mert tényleg egy szar. Tehát én nem tudom, hogy ezt kit találtak ki, melyik gyökér volt, aki ezt az egészet pénzelte, de hogy ez egy fos, figyeld, itt van bent, figyeld. Megvagy. De hogy ez az egész játék egy rakás hányás, az hódzier. Figyeld, megint itt fognak nézni, figyeld. Annyira biztos, ott nézi, nézd, ugyanott nézi. Jó, akkor ez az a kategória. Te menjél ki, figyeld, harcos, te érzem benned az erőt. Jó, akkor itt nem nézünk ki, semmiféle probléma, turbo. Akkor megyünk tovább. A kis pisztolyt meg tárazzuk be, mert ez így nem lesz izé Arnold Schwarzenegger. Na mivel elvinnéd a rohadt izé puskacsövedet az arcomból? Nem mi? Valahogy gondoltam. Hopp! Egy buksi cső! Figyeld, ott a másik. Ó, de jó, még az ingyen... A sarokról megint kilőtt a csávó, ugyanonnan. Annyira éreztem, fergetegesen olyan akciók vannak ebben a játékban, hogy komolyan egy The Expendables 2-1-3-8 simán odaverem. Tehát olyan Rambó Jánosok történnek ki, figyelj, nézd, azt, ahogy becsúsztam, milyen menő voltam. Ez úgy, ahogy van, egy rakás szar. De tényleg, srácok, tehát egyszerűen... Figyeld, 20 évig futok, ahol a rohadt C ponthoz, ahonnan senki nem fog elmenni. Mert 3 pontot kell birtokolni ahhoz, hogy megnyerd ezt a játékot. 3-at! Azt elég, ha a C-t megtartja az ellenfél. Nincs olyan, hogy mit tudom én, gyorsabban végzünk, hogyha elfogy mindegyik. Nem, akkor is ennyi az időlimit. Ott van. Hopp! Bukcsi, hepcsi-bukcsi. Ott fog még egy. Figyeld. Vagy itt fog kinézni, vagy ott fog kinézni megint. Hoppá! Megint! Beküldte a fingot! És akkor ennyi, cső, az egész arcom meghalt. Dögölj már meg! Ha mi a szart lő? Jó, hogy neked ilyen energiashielded van, de szar! Értem! Beletolk az arcod! Jó, értem! Teljesen korrekt játék! Aki balfasz, legyen ilyen shieldje, bassz meg, és akkor nem lehet lelőni. Teljes, izé, jó game. Hogyan csináljunk a lehető legkevesebb erőbefektetéssel, vagy időben rátétellel, vagy bármivel egy olyat, amiből meggazdagodunk. Aki nem tud játszani, vegyen shieldet, bazd meg!
Mert hogy a játékban vannak ilyen opciók, hogy mit tudom én, plusz fizető eszközért neked olyan fegyvered lesz, vagy bármiféle ilyesmi, amivel über mega jó leszel. Amivel még nincs is semmi baj, figyelj! Ennyi! Nincs a shielded! Megdög lesz a szar! Figyeld, megint ott áll a csávó, figyeld. Biztos, hogy benne nagyot fog állni. Na, dugd ki a fejedet. Hoppá! Boom headshot! Ez is fejes volt. Hopp! Ezt csak meglőttem, de nem halt meg. A fenébe, hogy vigyem el az arcának a nedvének a bugyját. Ott volt pedig, ott nagyon durván van egy ellenfél. Dugd ki a testedet, te hermafrodita szar! Balról meg itt nagyon megy az írtás. Na, élvezitek a játékot? Jó, mert én is annyira az izgalom, annyira tetőfokán van. Hoppá, azt is meglőttem, de nem halt meg. Hoppá! Hoppá, figyelj, ott többen vannak. Figyeld, dugd ki a testedet. Lent fogsz kijönni? Ennyire béna vagy? Jézusom, te szar vagy, bazd meg. Jó, hát akkor bazd meg magadat. Nem baj. Tárazzunk, mert az a tárazás az 20 évig tart ebben a játékba. Hopp, egy headshot! Ó, pedig már húztam az arcüregedre a fegyvert. Srácok, bocsássatok meg, de ezt a 2,5 percet nem fogom megvárni. Ez a játék úgy, ahogy van, a kukába végzi. Figyeljetek, hát nem vagyok szerver első, mert sokszor döglöttem, meg nem tudok annyira kempelni, mint ezek, amivel nincsen bajom, de konkrétan ez egy szar! Úgy van kialakítva a pálya, hogy egyszerűen lehetetlen benne valamit is csinálni. Tehát egyszerűen, minek van ekkora terület itt? Nézd meg, akkora terület van itt, mint egy kaptárba, bazd meg, a izé Resident Evil filmbe. Te tényleg? És ehelyett mi van? Egy 3 cm x 3 cm részen mesterlövészkedünk egymás ellen. Hát ez kurva jó, bazd meg. Nem látsz gépfegyverest a játékban, csak ilyen über keveset, vagy valami. Figyeld, ott vannak, azt nézd. Mi van? Másszál már be, te szart. Aha, ez menő lesz, figyeld. Hopp, egy bukcsi! Figyeld, úgyis ki fogja tenni a fejét, mert casual player, ott van, tessék, ennyi, cső. Mind a kettő megvolt. Ezek megint googolnak, bázd meg! Mi a kurva, hogy ezt googolsz, te szar! Ez az. Ott van, meglőttem, te szar! Lőd már le! Oké. Okay. Don't worry, be happy. A picsába, mennyi HP-d maradt? 4! Ilyen szar ez a játék. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ez mind az én véleményem volt. Bocsássatok meg, hogyha egy kicsit agresszív voltam, vagy bármiféle ilyesmi, de bosszant, hogyha egy jó játék címet ekkora szarrá avanzsálnak. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, én Turbo voltam. Sziasztok!